Nagyon hideg van, nyomtad rendesen. Igen, nyomtam neki rendesen. Nagyon nehezen indult a mérkőzés, Kacsanov nagyon erősen bekezdett, de tartottam vele a lépést. Örülök, hogy meglett az első játszma. A második játszma megnyerése után pedig már éreztem, hogy én vagyok fölénybe, és be tudom fejezni ezt a mérkőzést három játszmában is. Ott minden megfordult a fejembe 15-40-nél. Nagyon nehéz egy ilyen találkozót befejezni. Marcinak ez sikerült. Nagyon jó, hogy ezt az utolsó gémet be tudta fejezni, itt könnyen meg tud fordulni egy ilyen meccs, de hála Istennek nem így lett. Mikor először láttam, hogy a labda lepattant, és én outnak láttam, én már félig a pályán voltam, amikor láttam, hogy a bírónő megy le. Egy kicsit szerintem mindenki megijedne, hogy itt forduljon meg esetleg a meccs, és mégis jót ítéljen. Aztán természetesen mindenki borzasztóan örült, mikor láttuk, hogy mégiscsak jól ítélt a bírónő, és ki is kimolt a labda. Nem, én tudtam, hogy out volt, nem izgultam. Ők voltak az esélyesebbek, a párosban talán nem, de az összes többi mérkőzésen mindenképpen. Balázs Attila is nagyon kellett hozzá, hogy ezt meg tudjuk nyerni, hiszen ugye Hacsanovot nagyon nagy csatára késztette pénteken, illetve ugye a párosban is fantasztikus teljesítmény nyújtva, ugye győzelemre tudta vinni a párost. De az nem kétséges, hogy a vezérigyenisége ennek a csapatnak Fucsovics Marci már évek óta, és egészen káprázatos teljesítmény nyújtott ezen a mai napon is. Óriási siker, nem gondoltam volna, hogy ideig el fogunk jutni. Minden Davis Kupa mérkőzés előtt csak a következő meccsre gondoltam, hogy most ezt kell megnyerni, és az egész csapat nagyon jól fel volt építve, és minden, ami a magyar csapat körül volt, tökéletesen fel volt építve, és jövőre a világcsoportban vagyunk, egy szintet feljebb lépünk, óriási dolog itt játszani. Persze, tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de mindig úgy léptünk pályára, hogy győzni akarunk, és így napról napra haladtunk szépen előre, mindig a következő napra koncentrálva, és mi elhittük azt, hogy nyerni tudunk, és ha feltett kezekkel mentünk volna pályára, akkor valószínűleg ez a teljesítményben is megmutatkozott volna. Mi győzni akartunk, és sikerült is. Érződött szerintem az egész csapaton is, és az egész hangulaton, hogy most hit mindenki a győzelembe, és tényleg győzni jöttünk ide, és nyerni akartunk. Szlovákia ellen szerintem sokkal nyugodtabb volt egy kicsit a légkör a meccs előtt, mert mindenki egy kicsit úgy volt vele, hogy jó, sikerülhet, persze hiszünk benne, de nem mi vagyunk az esélyesek, itt viszont tényleg győzni jöttünk, és hittünk végig a sikerben. Amikor most meglett az utolsó pont, meglett a világcsoport, akkor ezt te hogy élted meg belül? Hát nagyon-nagyon boldog voltam, meg vagyok is, még kell azt hiszem egy-két nap, holnap már repülök Kazahsztánba, azt hiszem egy hosszú repülőúton ott fog bennem tudatosulni, hogy hoppá, jövőre a világcsoportban vagyunk. Ugye 95-ben részese volt annak még játékosként, hogy feljutott a magyar csapat a világcsoportban. Másképpen élte meg edzőként, mint játékosként? Természetesen más játékosként ezt megélni, és más kapitányként ott a székben, de végülis a végeredmény az ugyanaz, tehát ugyanúgy az ember a pályára rohan a végén, és átöleli azt, aki nyer. A játékosként ez a Krocskó Józsi volt, most Fucsovics Marci. Azt hiszem, hogy a magyar tenisz történelemben ez a két mérkőzés itt a végén, ez a két mérkőzés maradt be sok emberben, legalábbis egyenlőre eddig. Remélhetőleg a közeljövőben lesznek hasonló meccsek, vagy korábban lesznek hasonló mérkőzések, mint mondjuk 22 esztendő távlatából. Persze, hogy egy picit más kapitányként, meg játékosként ezt megélni, de ugyanúgy örül az ember, és ugyanúgy fantasztikus eredmény. Világcsoportban vagyunk. Nagyon furcsa volt kimondani, nem mondhattam még ilyet, úgyhogy egy kicsit el is csuklott a hangom. Nagyon felemelő és nagyon-nagyon büszke voltam magamra is, hogy megcsináltam, és az egész csapatra. Jól lettem onnan fent, hogy elérzékenyültél egy picit? Nem is kicsit. Nagyon örülök, hogy a csapatomat ide tudtam juttatni, és vezérként tudtam ezt átélni, ezt az élményt. Sok üzenet jön a telefonra? Azóta folyamatosan csörög, de először le kell tudnom a kötelező dolgokat. Abba hittetek, hogy ez már 4 meccs után megvan? Tehát, hogy nem megy az ötödik meccsig? Hát én készültem. Egyébként nem. Hát nagyon örülünk, hogy nem volt szükség Attila így itt a végén.
Én azért hittem, vagy valamennyire számítottam erre, mert Marci, nem is tudom, talán egyszer kapott ki Davis kupán, vagy már nem tudom, hogy milyen a mérlege, de szerintem Federer is jöhetne magyar közönség előtt lassú pályán kinyesegetni. Nagyon kedves Zsombi, hogy így gondol rám. Federerre már játszottam. Nagyon jó lenne, nagyon örülnék, hogyha hazai pályán tudnánk játszani, és tényleg valami nagy ágyú csapattal. Viszont annak is örülnék, hogyha itt már nincsen gyengébb csapat, de hogyha egy verhetőbb csapatot kapnánk. Watch stop! Hands up! Hands up! Watch!